SU-25T, Anti-Radar Missile. Van is egy ilyen küldetés egyébként, ez a neve, hogy Anti-Radar Missile Practice. Betölti az ember, akkor rögtön a kifutóra rakja be az úriembereket, és a következő dolog kell ahhoz, hogy tudjunk anti-radar, tehát besugárzásra lőni. Kell egy úgynevezett L81 Fantasmagoria Elintpod, illetve KH-58U vagy KH-25MPU. Azt hiszem, hogy a 25L is tud ilyet, vagy MPL is tud, de nem vagyok benne biztos. ML, bocsánat. Lehet, hogy nem. Nem biztos. Na. Mehetünk is. Взлет по готовности. Отход по схеме на 300. Подавление 7, 5, 6, 1, 6. Окей. 300 нагибо стимт. És már a levegőben is vagyunk. Második waypointhoz kell mennünk nagyjából. Air to groundot válasszuk ki, majd nyomjuk meg az E-t. Nekem az E, az be van kötve. Meg az Air to ground is be van kötve. Úgyhogy joystickre. Na, ott is vannak. És ugye a KH-58-as van most kiválasztva. Megnézzük, hogy mennyire vagyunk. Minél magasabbról indítjuk egyébként, annál valószínűbb, hogy annál messzebbre tudunk indítani. Ugye megnézzük, hogy itt vannak-e. Abban az irányba kell fordulni, ahonnan jön a radar, vagy a bemérés. Aha, ott is vannak. Jó, rámegyünk ezek is kockával. Be is mértek, és launch, rögtön távolságon belül is vagyunk. És indítottak is ránk. 1, 2... Jó, legyen az, hogy megpróbáljuk elkerülni őket. A legundorítóbb dolog az orosz gépekben, hogyha 30 foknál nagyobb a szög, olyan, mintha elvesztette volna a lokját a rakéta, amit ránk lőttek ki, de nincs így. Abszolút nincs így. 1, 2, megint lőttek ránk. Nagyon jó. Megint fordulunk. És nem tudom kijelölni, basszus. Megint elhallgatott, mert megint kifordultunk a 30 fokos szögből. Ott jön direkt be előttünk. Úgy le fognak lőni, mint a szart. És megint lőttek ránk. Itt is érvényes. 9 óra, 3 óra szabály. Teljesen jó. Ott is robbant előttünk. Jó, most megint csak egy picit mérnek, lehet, hogy újra töltenek. Jó.
mennyi felül szépen úgy. És egy. Ura érzékeny a slum. Nem tudom, hogy erre lőttem-e ki, vagy a másikra. De nem baj. Van még. Rudj. Elé ment volna? Nem. Jól van. Van még? Nincs. Meg is szűnt a radarmérés. Akkor ennyi. Na, hát ilyen egyszerű. Használni ezeket. Tehát... amire figyelni kell. A sloop be legyen állítva valahova, ahol gyorsan eléred. Magasságot minél magasabb legyen, annál messzebbről tudsz. Nyilván ez most nem volt annyira fontos. Jó. Fú, gázzal mentem végig. Nem baj. Szóval, minél magasabbról lősz, annál egyszerűbb. Minél távolabbról tudsz lőni, annál egyszerűbb. Egyértelműen arra kell figyelni, hogy ezek nem. Tehát ez fire and forget. Nem kell követni, nem kell vele semmit se csinálni. Gyakorlatilag nyugodtan lehet azt csinálni, hogy kilövi az ember, és azonnal fordul el. Maradt még egy. Ki tudom lőni vajon csak úgy? Nem. De viszont le tudom dobni. Nagyjából ennyi. Amint meghallod, hogy honnan jön a kis pittyegés, meg irányba fordulsz, megtalálod a kis háromszögök, vagy a csillagokat, vagy mi ez, diamonds, gyémántokat megtalálod, ráviszed ezt a kockát, lokkolod a lock weapon billentyűddel, és ha távolságban vagy, ugye nyilván azt itt mutatja a bal oldalán a hádnak, itt ezen a csíkos vonalon egy nagy fekete nagy zöld, sötét zöld kocka. Ezt most nem láttuk, mert alapból túl közel voltunk, illetve azt hiszem, hogy a 25-nél annál láttam, és annál már pont bent voltunk range-ben. De lényeg az, hogy a nyilacska, hogyha a range, tehát a range kb. Itt volt, a nyilacska meg, hogyha lentebb van, akkor tudunk lőni. És ki is írja ugye itt alul, hogy launch authorized. Úgyhogy ennyi nagyjából. Szép. És egyszerű. Kérdés az, hogy hol van a... Á, ott van. Ja. Landoló pozíció. Hát ezt lehet, hogy nem most kellett volna kiengednem a kerekeimet. Igen, még egy kicsit gyors ahhoz a gép szerintem, hogy ezt így abszolválni tudja, nem baj. Megoldom trimből, ha leszakítja. De miért szakítaná le?
Hülye alacsony glide slope-pal jövök be. Kicsit előbb vettem le a gázt, mint kéne, ha jól érzem. Na jó. Itt viszont már tényleg levesszük. Nem emlékszem, mi a parasútom. Összetörtem az elejét, úgy ahogy van. Ahogy kell, ugye? Ja. Hát... ritkán szállok le ezzel. Vagy csak nem nyílt ki a... mindegy is. Szántást vállalok. Na jó van, ennyi. 1-0-1-0.